Papírelakadás megszüntetése a HP Neverstop Laser 1000, MFP 1200 és HP Laser NS1020, MFP 1005 sorozatú nyomtatókon. Papírelakadás megszüntetése, amikor a kezelőpanelen a papírelakadás hiba jelenik meg. Ha a kezelőpanelen a figyelmeztetés a papír, és a folytatási jelzőfény világít, ellenőrizze, hogy nincs-e papírelakadás az adagoló tálca területén. Ha a kezelőpanelen a figyelmeztetés és a papírjelzőfény világít, ellenőrizze, hogy nincs-e papírelakadás a képalkotó henger területén. Távolítsa el az összes papírt a kimeneti tálcából. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt. Ha a nyomtató rendelkezik lapolvasóval, emelje azt fel, majd nyissa ki a felső fedelet. A képalkotó henger kezelésekor soha ne érjen a henger felületéhez. A fogantyút húzva távolíts el a képalkotó hengert a nyomtatóból és tegye félre. Távolíts el az adagolótálca fedelét, majd vegye ki a papírt az adagolótálcából. Távolítson el minden papírt a nyomtató belsejéből. Csúsztassa a képalkotó hengert a nyomtatóba. Zárja le a felső fedelet, majd csukja le a lapolvasót, ha a készülék rendelkezik ilyen egységgel. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt. A nyomtató ekkor automatikusan bekapcsol. Ha nem így történne, kapcsolja be a nyomtatót. Töltsön be papírt az adagoló ügyelve arra, hogy ne lépje túl a maximális betöltési szintet jelölő vonalat. Igazítsa a vezetőket a papírkötekhez, és helyezze vissza az adagoló fedelét. Várjon, amíg a nyomtató megáll, és már nem ad ki több hangot, majd nyomtasson ki egy dokumentumot. Ha a probléma továbbra is fennáll, szervizelje a nyomtatót. Vegye fel a kapcsolatot a HP-vel a szervizelés és jótállás lehetőségeit illetően. A YouTube-on a lejátszási listák fűre kattintva, Más nyelveken is nézhet HP videókat. A csatornánkon pedig megtalálhatja a HP terméktámogatás hivatalos videóit.